Köszöntöm Önöket, a Kultúrpontot látják. Milyen kihívások elé néznek a helyi médiumok? Hogyan tudta pótolni elmaradt rendezvényeit a Hegyvidéki Kulturális Szalon? Milyen műveket várnak a 100 szóban Budapest pályázatra? És milyen alkotások pótolják a Városmajori templom II. Világháborúban megsemmisült üvegablakait? Mindezekről szó lesz a mai műsorban. Ha tehetik, tartsanak velünk! 67 évig lehetne egyhuzamban, vagyis a nap 24 órájában nézni azokat a műsorokat, amelyeket az ország helyi televíziói készítettek az elmúlt évtizedekben. Milyen kihívások várnak a helyi médiumokra a jövőben? Erről is szó volt a Magyar Művészeti Akadémia konferenciáján. A közmédiát érintő kérdésekről, így például a nézettségi adatok alakulásáról is szó volt a Magyar Művészeti Akadémia által szervezett Közszolgálatiság Média Kultúra című konferencián. A közszolgálatiság elve az, amely ugye élesen, mondjuk így, hogy keresztül vágja az elmúlt 60-70 év piacosított tömegkulturális és a tömegkultúrát mediatizáló, piaci alapon is mediatizáló logikát. Hiszen nem azt kell értékként közvetítse, ami piaci értelemben értékszerűsíthető, beárazható. Ettől elszakadva kell az értékfelmutatást, az értékmegmutatást megtenni a közszolgálati médiumoknak. A tanácskozáson a járvány miatt nem tudott személyesen részt venni Karas Mónika, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke, Dobos Menyhért, a Duna Média Szolgáltató ZRT vezérigazgatója, és Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója, ezért az ő előadásukat felolvasták. A konferencia egyik fő célja az volt, hogy rávilágítson a tartalomfogyasztási szokások átalakulásából adódó kihívásokra. A MOME rektora szerint a közszolgálati médiának is megfelelő választ kell adnia a napjainkban zajló digitalizációra. Az egyetem pedig ebből a szempontból a szakemberképzés egyik legfontosabb helyszíne. Mi tartalomfejlesztéssel foglalkozunk, az annak a filozófiának a mentén valósul meg, hogy cselekedve tanulni. Tehát a hallgatóinkat próbáljuk olyan helyzetbe hozni, hogy olyan produkciókat hozzanak létre, ami egyébként akár már adásképes. És leginkább a Minden Mecenatúra programban voltak olyan vállalásaink, kifejezetten gyerekfilmeket készítettünk, vagy magyar költők verseit filmesítettük meg, amit úgy tudtunk elkészíteni, hogy közmédiában ezek hatásba kerülhetnek, vagy kerüljenek. Itt lehetett a támogatást is megszerezni. Úgyhogy tulajdonképpen mi azt gondoljuk, hogy a közmédiának az a lehetősége, hogy ott megjelenjenek olyan tartalmak, amit egyetemi oktatásból tudnak jönni, ez tulajdonképpen kézenfekvő. Én ebben látok előre a mozgási lehetőséget. A digitalizáció olyan kihívás, amely a helyi médiumokat hatványozottan érinti. El kell kezdenünk átállni az új médiumok elvárásaira. Ehhez egy kicsit frissíteni kellene az újságíróinknak a tudását arról, hogy ott a fiatalabb generáció mit vár el, milyen terjedelmű és hogyan feldolgozott témákat. De meg kell, hogy jegyezzem, hogy továbbra is nagyon fontos feladatunk, hogy írjuk a mi térségünk. Tehát mondjuk a fővárosi televízió tekintetében a kerület történetét. Pontosabban annak az adáskörzetnek a történetét, ahol elindultak és ahol most is dolgoznak. Én kiszámoltam a mai előadásunkra az eddig eltelt 31-nehány évben 67 évnyi archívuma van a helyi televíziózásnak, tehát hogyha valaki mondjuk szeretne minden anyagunkat megnézni, ezt persze nyilván digitalizálni kéne, kutathatóvá tenni, stb. 67 évig reggeltől éjfélig, tehát 0 órától 0-ig ott kellene ülni a készülékek előtt. Ez bizony Magyarország vidéki történetének egy nagyon fontos dokumentációja, amit meg kellene menteni. Ez a rendszerváltás előtti, a rendszerváltás és a rendszerváltás követő időszak. És akkor most hadd mondjam, hogy írjuk a 68. évet. Tehát nem lehet minket egyszerűen azt mondani, hogy a televíziózásnak és a helyi televíziózásnak vége, mert küldetésünk van. A Helyi Televíziók Országos Egyesülete és a Magyar Művészeti Akadémia 2 éve kötött együttműködési megállapodást. A helyi televíziózás folyamatosan keresi azokat a szakmai együttműködési lehetőségeket,
amelyeknek köszönhetően a tartalmunkon tudunk minőségben javítani, illetve olyan partnereket keresünk, akikkel közös projekteket, programokat tudunk, pályázatokat tudunk megvalósítani. Többek között ilyen volt a Magyar Művészeti Akadémia is. Főtitkár úrral több alkalommal is találkoztam, és ennek köszönhetően jött létre az az együtt gondolkodás, amelynek következtében rengeteg dokumentumfilmet kaptunk a Művészeti Akadémiától, amely például a pandémia időszakában nagyon jól jött a taktelevízióinknak. Ezek nagyszerű portrék voltak művészekről, azoknak a művészeti ágaknak a jeles képviselőiről, akik akadémikusok, vagy éppen oda pályáznak, egyelőre még csak külsős akadémikusként várják a sorsukat. Rendezvényeket támogat az akadémia, tehát különböző pályázataival filmes rendezvényeket, találkozókat, például szerveztünk már közösen regionális találkozót, hogy ne csak a fővárosban élő, hanem a vidéken élő akadémikusokkal is megismerkedjenek azok a települések, az a térség, ahol ők élnek és alkotnak. Lovas Tibor szerint a reklámpiac beszűkülése miatt a helyi médiumoknak nagyobb szükségük lesz a médiahatóság támogatására, hogy cserébe még több tartalmat állíthassanak elő. Még két hétig bárki beküldheti rövid, maximum 100 szóból álló történetét a 100 szóban Budapest pályázatra. Az így megszülető írásművek később fontos kordokumentumként szolgálnak majd. Vajon mi mindent láthattak eddig a Lánchíd oroszlányai, vagy milyen romantikus utazások helyszíne lehetett egykor Zugliget? Fiktív vagy valós történeteket egyaránt várnak idén is a 100 szóban Budapest pályázat szervezői. Az írások szinte bármiről szólhatnak. A cél az, hogy a rövid történeteken keresztül megmutassák a város rejtett arcát. A pályázatot 2014-ben rendeztük meg először, azóta több mint 6000 pályázat érkezett, tavaly több mint 1600, évről évre egyre több. És a cél az tulajdonképpen az, hogy a városi élet, vagy hogy Budapesten jobb legyen élni, hogy az emberek közösséget alkossanak és megismerjék egymás mindennapjait. A beküldött történetek műfaji megkötés nélkül legfeljebb 100 szóból állhatnak. A pályázatokat a 100szóban budapest.hu oldalon lehet feltölteni, a 100 az számmal, nem betűvel, ez fontos, és ezen a felületen a gép az számolja, tehát több nem lehet, kevesebb lehet, de több nem. A 100 szóban nem tartozik bele a mű címe, és ezen kívül még egy szabály van, hogy valamilyen módon Budapestről szóljon a történet. Szerintem mindig áldás, amikor korlátok vannak ilyen értelemben. Szerintem a csinálj bármit, bármiről, az a legnehezebb. És szerintem az ennek a pályázatnak az egyik csodája, hogy nagyon-nagyon lekorlátozza az embert. Tehát 100 szónál többet nem lehet írni. És szerintem ez annyira korlátoz, és annyira nagy keretet, vagy annyira szűk keretet szab, hogy szerintem sokkal felszabadítóban tud dolgozni bárki, én azt gondolom. Bármilyen történetet be lehet küldeni, semmilyen megkötés nincs. Korosztálytól függetlenül mindenkitől várunk történeteket, sőt a 18 éven aluliakat külön díjazzuk. A legjobb 3 pénzjutalomban részesül, idén az első helyezett 100 000 forintot kap, és a legjobb 12 történethez kortárs magyar grafikusok készítenek illusztrációt. A beérkezett műveket egy 3-tagú zsűri értékeli majd, mindenki más-más szempontot tart fontosnak. Hárman vagyunk a zsűriben, Závada Péter költő, Szabó Benedek a Galaxisok zenekarnak a frontembere és én. Hát nyilván a Peti, ő nagyon professzionális szempontok alapján tudja, tehát műfaji ötletek, stb. Sejtem én, hogy ő ezt így csinálja. A Benedek is, mint hogy szövegekkel foglalkozik, szövegíró, dalszövegíró, ő is valamennyire nyilván kötődik a dologhoz.
Én talán kevésbé, mint hogy alapvetően például improvizációval foglalkozom, ahol pont, hogy kötött szöveg nincsen, de éppen ezért tudunk olyan szempontokat talán hárman összeadni, amiben van egyfajta nagyon intuitív vonal, van egy írókat, tehetségeket figyelő vonal, és hát az is szempont nekünk, mi fogunk csinálni egy előadást október 21-én, és hogy milyen szövegek tudnak majd oda működni, de ez egy egész másik történet, ott nem a versenyzése fontos, nem is az első három vagy x helyből fogjuk kiválasztani, hanem hogy mi működik nekünk. Az írások később fontos kordokumentumokként szolgálhatnak, hiszen jól tükrözik, hogy az adott évben milyen kérdések foglalkoztatták az embereket. Nagy sláger a tömegközlekedés, de sok történet helyszínekhez kötődik, mint például a Margit-sziget vagy a hidak, azok általában visszatérő toposz, de mindig valamilyen saját történetet mesélnek el, tehát szerelmi bánat, vagy vannak, akik a nagyszülők történeteit mesélik el, az nagyon kedves, és igazából talán már mindenféle történetet kaptunk, például tavaly volt, aki arról írt, hogy 100 szóban nem lehet elmondani, hogy milyen Budapest. Minden történetben egyéni asszociációk is elindulnak, tehát amikor én elolvasok egy történetet, akkor eszembe jutnak a saját történeteim, azt már úgy adom tovább, amiben az is benne van. Arra megint valaki rácsatlakozik, és egyszerűen ezek sosem tudnak ilyen önálló kis szigetekként működni, hanem mindig kialakítanak, megerősítik azt a hálózatot, ami egyébként van, és az a nagyszerű ebben a pályázatban, hogy ezt fedi föl, tehát erre ad egy fórumot, hogy ezek erősödjenek meg, találkozzanak egymással. A pályázat honlapján egyébként 2014-ig visszamenőleg a legjobb 100 írás és az illusztrációk is megtalálhatók. A Városmajori templom a 20. századi egyház művészet kiemelkedő értéke. Az épület II. Világháborúban megsérült üvegablakait nemrég pótolták. A még hiányzó két ablak elkészítésére pályázatot hirdettek a közelmúltban. A legjobbnak ítélt tervekből a Barabás villában rendeztek kiállítást. A Városmajori templomot 1942-ben pusztító bombatámadás érte. Ekkor sérültek meg azok a Stélo Lili által tervezett üvegablakok, amelyek az épület legfontosabb ékét jelentették. A templomban keletkezett károkat ugyan azóta már helyrehozták, de az üvegablakok pótlása csak nemrég történt meg. A közelmúltban felmerült az igény, hogy a két üresen maradt ablakba is színes kompozíció kerüljön. A Mindszenty Alapítvány és a Stélo Lili Kulturális Egyesület felhívására 29 művész adott be pályázatot. Ezek közül az 5 legjobb alkotó munkái kerültek most a közönség elé a Barabás Villa kiállításán. A kiállítás Égre nyilló ablakok címe kíváncsiságot ébreszt és kitekintésre csábít. Az égiek felkutatására, a legtávolabbi mélységek, az igaz, a jó, a gyönyörűséges felfedezésére, olyan maradandó és örök értékek szemlélésére, amelyek a teljes beteljesedésbe torkolnak. Ez a kiállítás az eukarisztiára irányítja figyelmünket. Isten titokzatos jelenlétére. Az alkotók felé nem volt elvárás, hogy utánozzák Stélo Lili stílusát. Igen, hosszasan nézegettük ezeket a pályamunkákat, akkor láttam, hogy az alkotó művészek gondolatvilága, sokszínűsége, és az, ahogyan roppant izgalmas módon ragadták meg a két témát, az eukarisztia témáját, a forrása a világ életét, valamint Mindszenty József bíboros alakját. Igen, tetszettek ezek a pályaművek. Az egyik legjobbnak ítélt munkát Csűri Johanna és Szlabej Balázs készítette el. Az ő munkájuk, kivéve a Mindszenty alakot, több továbbtervezést igényelt, mint az összes többi, ezért nem ítéltük oda számukra a fődíjat. De az ő munkájuk volt az, amelyek kapcsolatban a zsűri minden tagja egyöntetően azt érezte, hogy minden szakmai szempontot gondosan mérlegelve, ahogyan mondani szoktuk, ezt Isten is ide teremtette. Annyira ihletett és érzékelhetően átimádkozott alkotások ezek,
amire ők maguk is meglepődve tekintenek, mert hogy ők is felfedezik rajta a harmadik kéz gondos közreműködését. Olyan harmonikusan és alázatosan illeszkedik a templom terébe és ikonográfiájába, és közben annyira sok új szentírási teológiai tartalmat jelenítenek meg, hogy az szinte hihetetlen, és számunkra is, a zsűri minden tagja számára ámulatba ejtő. Egy nagyon izgalmas együtt dolgozás volt, ugyanis a megismerést se, tehát Mindszent életének a megismerését, a különböző ötleteket mind párbeszédes formában folytattuk, tehát az ahogy az építészeti megközelítés, a műalkotások megismerése mind párbeszédben folyt köztünk, és így fokozatosan épült fel, tehát egy kicsit úgy, hogy a látvány és a tartalom, és ezek az volt a nagyon izgalmas még benne, hogy nagyon különböző idő alatt születtek meg a két ablak, tehát hogy szinte a Mindszenty ablak az mondjuk a másiknak az egy tizede idő alatt meg tudott születni. A tervek szerint hamarosan gyűjtés is indul, hogy a két még hiányzó üvegablak is elkészülhessen. A Hegyvidéki Kulturális Szalon programjainak nagy részét a járvány miatt el kellett halasztani. Ezek közül, amit lehet, most pótolnak. Menyhárt Éva, a szalon vezetője a vendégünk. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy ismét eljött hozzánk. Ugye július 1-től látogatható ismét a Hegyvidéki Kulturális Szalon, ahova egyébként nagyon sok idős ember is jár a kerületből. A programszervezést mennyire nehezíti meg a mostani járványhelyzet ebből a szempontból, hiszen a programok jó része vagy jelentős része éppen őket célozná meg? Örömmel jöttem, és köszönöm szépen a meghívást. Valóban a július 1-i nyitásunk óta korlátozottan érhetők el a szolgáltatásaink. Valóban a célcsoportunk nagy részét a kedves kerületi idősek teszik ki. És nagy szeretettel jönnének hozzánk, mi is nagyon várnánk őket, de valójában nem tudjuk még ugyanazzal a nyitottsággal fogadni, hiszen éppen rájuk való tekintettel igyekszünk vigyázni a kerületi időseire. A programszervezést azért egy picit megnehezíti a vírushelyzet, ezt őszintén elárulom, de semmilyen akadályt nem gördít a mi lelkes munkánk elé, és ugyanúgy igyekszünk olyan dolgokkal és olyan programokkal állni elő, amire azért a kerületiek el tudnak jönni. Jelenleg is nagyon szép kiállításaink vannak az épületben. Csatlakoztunk az Arszakra Fesztiválhoz 2020-ban is. Ennek jegyében különleges programokon vagyunk túl így a napokban, viszont az Arszakra Fesztivál kapcsolódó kiállításunk jelenleg is megtekinthető. Tremmel Hudik Katalinnak a Látható, Láthatatlan címet viseli ez a kiállítása, tényleg különleges képekkel. A művésznő hitvallásában azt fogalmazta meg, hogy a festészet neki, a festés neki egyfajta gyógyír, egyfajta önmegvalósítás, egy kicsit imádság is számára, és Isten szeretetét, Isten szeretetének a jelenlétét ő tulajdonképpen bele rajzolja az alkotásaiba, és ennek a műveit láthatjuk a szalonban egészen október elejéig. Ez az egyik kiállítás? Így van. Aztán az Arszakra Fesztivál mellett van egy párhuzamos tárlatunk. Bétót Klára Lehajlás a Földért című kiállítását nyitottuk meg szintén a napokban. Nagyon különleges alkotások az aulában, a folyosó galérián tekinthetők meg, úgyhogy jó szívvel ajánlom a látogatóknak. Ez a kiállítás is október 5-éig, október elejéig tekinthető meg. Oka van, hogy miért eddig, hiszen október nálunk mindig az idősek világnapja jegyében zajlik, és ugye most az október 1-i idősek világnap ünnepség sem olyan lesz, mint amilyen, hiszen nem rendezhetünk ilyen óriási rendezvényeket. Viszont mi a Kulturális Szalonban
ezt a idősek világnapjához kapcsolódó kiállítást egy online formában, egy virtuális galéria formájában képzeljük most el. És ehhez kapcsolódóan a hegyvidéki művészeti napokat, amely mindig szintén az idősek világnapja, világ hónapja jegyében zajlik, szintén online módon fogjuk ebben az évben megszervezni. Ez azt jelenti, hogy felhívást tettünk közzé a Hegyvidék újságban, amelyben szeretettel várjuk a hegyvidéki idősek alkotásait, melyeket egyeztetett időpontban személyesen is behozhatnak a kulturális szalomba, illetve ha valaki, hiszen oly sokan foglalkoznak már a technika mindenféle formájával, akár fotó formájában is be lehet ezt, el lehet hozzánk juttatni e-mailen. Ezekből az alkotásokból fogjuk mi a kiállítást online módon egy virtuális galéria formájában biztosítani a látogatók részére. Nyilván a behozott alkotások azok valójában is felkerülnek a falra, az online küldött előadások pedig az online virtuális galéria részét fogják képezni. Milyen munkákat várnak? Általában azt szoktuk a felhívásban közzé adni, hogy mi nem szeretnénk korlátozni az időseket ebben. Lehet olajfestmény, lehet akár kézi munka, nagyon sokan szoktak goblein, hímzés munkákat megmutatni nekünk. Éppen az a különleges ebben az idősek világnapi kiállításban, hogy nagyon-nagyon sokszínű, nagyon igazán színes, mint ahogy az emberek is ilyenek. Az évek azt mutatják, hogy egyre több ember kapcsolódik be ebbe a projektbe. A múlt évben is már több tucat képet gyűjtöttünk össze. Mondhatom, hogy közel 40 embert mozgatunk meg, 40 alkotót mozgatunk meg, és itt amatőrök, nem amatőrök egyaránt elhozzák a munkáikat, és épp ez benne a szép, hogy vállalják az emberek, hogy megmutassák, hogy mi az, amivel ők időskorban foglalkoznak. És ugye több önképzőkör is működik a szalon keretein belül. Ezek most szünetelnek? Így van. Valóban ezek a kisebb körök szünetelnek. Van néhány olyan civil közösség, aki tud működni, de még egyszer mondom, hogy ugye a kifejezetten időseknek szánt zárt térben levő programokkal óvatosan bánunk. Ez indokolja az önképzőkörnek is jelenleg, az egyik önképzőkörnek például a szüneteltetését. Ha megengedi, még egy gondolat erejére vissza szeretnék térni a hegyvidéki művészeti napokra, mert hogy itt nem csak egy online kiállítás lesz, hanem ennek a művészeti fesztiválnak ugye több naposra terveztük, október 7-e és 9-e közére terveztük volna ezt a programot, de ennek nagyon sok programlába van. Ezek közül néhányat szeretnék megemlíteni. Többek között ugye ennek a művészeti napoknak lesz egy nagyon különleges kerekasztal beszélgetése, ahol az idősekkel kapcsolatos tudnivalókat fogják az előadók, a beszélgető partnerek különböző kérdések formájában megvilágítani. Itt kitérnek a művészetre, a művészetterápia hasznosságára, az időseket érintő mozgás fontosságára, a különböző betegségek megelőzésével kapcsolatos tevékenységekre, és ezen keresztül közelítik meg ezt a kerekasztal beszélgetést. Például Kurimai professzor úr, Folyovics főorvos úr lesznek a vendégei ennek, ugyanakkor az Alzheimer kafénk vezetője Kocsis Judit asszony, illetve a Hegyvidéki Szociális Központ vezetője Druskóci Tünde asszony. Tehát igyekszünk egy komplex műsort erre összeállítani. Aztán lesz előadás Monspartarolta meghívásával Alzheimer Café keretén belül, de mindemellett örömtáncra is nyílik mód, Memória Klub foglalkozásra is nyílik mód, ez mind-mind online módon, illetve egy időseknek szóló székes joga foglalkozás is lesz. Ez körülbelül a Hegyvidéki Művészeti Napoknak a programja. Részletek természetesen a szalon honlapján, minden online elérhetőségünkön keresztül ott tudnak a kedves látogatók részleteket megtudni erről. És egy irodalmi pályázatot is meghirdettek nemrégiben, erre milyen munkákat vártak elsősorban, és a legjobbnak ítélt alkotások milyen díjban részesülhetnek majd? A Velünk Történt címet viselte ez az irodalmi pályázat, amely a vírushelyzet idején született, mint ötlet. Nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek. Valójában az volt az alapcél, hogy az otthon lévő négy fal között ülő, és ugye a mozgásában most tényleg korlátozott látogatókat egy kicsit
közösségé formáljuk, megmozgassuk, valami célt tűzzünk eléjük, amelyre legnagyobb örömünkre sokan csatlakoztak. Több mint 50 pályamű érkezett be, ezek irodalmi kis fogalmazások, esszék, karcolatok, különböző témákat határoztunk meg. Nyilván a múltról szólhattak ezek a régi szerelmeikről, élettörténetükről, de arról is, hogy milyen érzés nekik itt a hegyvidéken élni, sőt, még olyan téma is volt, hogy mit jelent nekik a kerület kulturális élete, vagy akár a szalonbeli élet, hogyan formálja őket közösségé, barátságok, szerelmek, tehát nagyon színes volt a téma. Szuper munkák jöttek. Annyira öröm volt olvasni. Egy 4-tagú zsűri bírálta az alkotásokat, illetve a Hegyvidék Újság egyik munkatársa is legnagyobb örömünkre csatlakozott ehhez a projekthez, mert azt mondta, hogy ez egy olyan különlegesség, hogy ő ebben szeretne részt venni. Most zárult le szeptember 15-én a közönség szavazás, már megvannak a díjazottak. Terveink szerint szeptember végén fogják a díjazottak megtudni azt egy zárt körül, mert ugye a vírushelyzet miatt nem tudjuk túl nagy létszámúra ezt a programot szervezni, de egy zárt körül program formájában fogják megtudni a díjazottak azt, hogy ők a kiemeltek. Nagyon sokféle ajándék gyűlt már most össze a részükre. Én inkább egy eszmei ajándékot emelnék ki ezek közül, ami szerintem méltó elismerés lesz, a megjelenés lehetősége. Én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon kellemes meglepetés annak, akinek még soha nem jelent meg az írása, és most ezt nagyon sokan olvashatják majd a Hegyvidék Újságban és a Szalon honlapján. Ugye a Szalonban nagyon sok nagy sikerű előadássorozat is futott, illetve hát több sportprogramot is szerveztek az elmúlt években. Ezeket most tudják-e valamilyen módon pótolni ebben a helyzetben? Sajnos ezeket az előadásokat, tornafoglalkozásokat is csak korlátozottan tudjuk most kínálni, de nem szünetel azért minden, hiszen több olyan mozgásforma torna indult el a szalon termeiben is, illetve a Böszörményi 24 szám alatti rendezvénytermünkben is, amelyre nagy szeretettel várjuk a látogatókat. Minden helyiségben tudjuk biztosítani a járványügyi helyzetnek megfelelő alapos előírásokat. Itt a rendszeres szellőztetést biztosítunk mindent a vendégek számára. Ugye itt korlátozott a létszám, ezért jó szívvel ajánlom, nyugodtan jöhetnek. Részleteket a honlapon, illetve a kihelyezett plakátjainkon tudnak a látogatók. Több tucat jogától, a NIA-n át, több tucat program várja. Nem csak a középkorú, vagy kicsit idősödő, hanem a fiatalabbakat is, a gyerekeket is. Szivárvány, sótánc, grész, balett, többféle program. De ha már a mozgásról és a mozgáskultúráról beszélünk, akkor hadd említsem még meg a szeptember 21-ére tervezett sétánkat, amelyet az Alzheimer világhónap, szeptember 21-e ezen belül az Alzheimer világnapja, ennek a tiszteletére szervezünk. Ez egy különleges alkalom lesz. 4 órakor találkozunk a Sirály sétányon, a Momkulturális Központ előtt ehhez az akcióhoz csatlakozó kedves vendégekkel, és egy viszonylag könnyen teljesíthető, rövid távú sétára, gyaloglásra invitálunk mindenkit az Alzheimer világhónap jegyében. A MOM-tól sétálunk át a kulturális szalon elé, ahol 3 felszólalót fogunk hallani. Egyrészt Kocsis Judit asszony, a Szociális Központ demencia irodájának a vezetője, mint a rendezvény házi asszonya fog szólni az egybegyűltekhez. Druskóci Tünde, a Hegyvidéki Szociális Központ intézményvezető asszonya, valamint Monspar Sarolt, a tájfutó, Hegyvidék díszpolgára fog beszédet mondani, illetve Tóth Krisztina Apollónia, akinek vezetésével 5 órakor egy közös örömtáncon vehetünk részt. Ez szeptember 24-i programunk. Ugye itt többször elhangzott, hogy a programok jelentős részét az online térben rendezik meg. A tapasztalatok szerint ez a forma a személyes találkozást mennyiben tudja pótolni, hiszen talán az idősek azok, akiknek az életében még nagyobb szükség lenne arra, hogy nem magányosan egyedül éljenek otthon, hanem találkozzanak másokkal folyamatosan. Ez így van. Az online kínált programjaink természetesen nem tudják 100%-ban pótolni. De miután a teljes a pandémia időszakában és utána is folyamatosan hírleveleket küldünk a látogatóknak, több mint 70 ilyen program ment ki a mögöttünk levő néhány hónap alatt, én a visszajelzésekből azt látom, hogy nagyon örülnek a látogatók, és
amikor visszanéznek egy előadást, vagy újra megélnek, vagy egy teljesen új előadást látnak online, akkor egy kicsit azt érzik, hogy mintha ők is ott lennének. Szóval ezt valamennyire próbáljuk pótolni. De nyilván nem ugyanaz egy online előadás, mint a valóság. Ezért is, amíg tart nekünk ez a kellemes jó idő, addig kínáljuk azokat a programokat, amelyeket a szabad térben tudják a látogatók, tudnak ezeken részt venni. Például gyaloglóklubunk működik, van 4 gyaloglóklubunk van, ezek közül lesz olyan is, amely konkrétan egy tematikus gyaloglás, ahol bejárnak egy adott körzetet. Tehát ezekért a gyaloglóklubokért is érdemes figyelni a honlapunkat. Az előadásokra visszatérve még egy gondolat, hogy azért esti órákban igyekszünk kínálni programot. Például most szeptember 22-én egy pszichológiai előadás lesz a Kulturális Szalonban. Domján Mihály pszichológus fog nekünk a Családod sorsa tovább él benned is címmel előadást tartani, amelyre ha ugyan korlátozott létszámban is, de várjuk a látogatókat. Aztán még egy jutott eszembe a mézzel kapcsolatos téma, hiszen a Kulturális Szalon is csatlakozott a mélybarát projekthez, hiszen itt egy mélybarát kerületben élünk. Számunkra is nagyon fontos ez a téma, környezetvédelem, környezettudatosság. Lesz szeptember 23-án egy mézbemutatónk, kóstolásra is lehetőség nyílik, de nyilván itt a tapasztalatcsere, a beszélgetés az, ami fontos, és mivel a szalon is csatlakozott ehhez a projekthez, elárulok egy titkot, amire a napokban nagyon-nagyon készülünk. A szalonnak egy picike kertjét mélybarát környezetté alakítjuk át, ami azt jelenti, hogy lesz egy csodálatos levendula kertünk, aminek már most nagyon örülünk, és ugyan most a tél következik ősz után, de várjuk a tavaszi virágzását majd a gyönyörű levendula kertünknek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt járt nálunk, és mindezt elmondta. Köszönöm szépen a meghívást! Friss Kultúrponttal, ahogy már megszokhatták, minden szerdán este 8 órakor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!